A bővülő új autó eladások ellenére a belföldi autópark átlag életkora még mindig magas 13,7 év, míg az uniós átlag ennél 4 évvel alacsonyabb. A magas átlag életkor oka, hogy a válság után összezuhant az autópiac, az utakon futó kocsik többségét még a válság előtt hitelre vásárolták. Viszont évről évre egyre nő az adásvételek száma, a használt autók piacán jelentős élénkülés volt 2017-ben, összesen 687 ezer darab használt autó cserélt gazdát hazánkban tavaly, ebből 155 ezret külföldről hoztak be és helyeztek forgalomba. A használt gépjárművek piacán a 6-8 éves autók iránt volt a legnagyobb kereslet, a trend azonban változott, míg évekkel ezelőtt a dízeles járműveket keresték a vevők, most már inkább a benzines autók találnak hamarabb gazdára. Tavaly 20,4%-os volt a növekedés a 2016-os helyzethez képest a magyar új autópiacon. Több mint 116 ezer személygépjárművet helyeztek forgalomba, két éve ez a szám még mindössze 77 ezer volt. Folytatódott a magánvásárlók visszatérése az autópiacra, amit jelez, hogy hosszú idő után először lépte át a 40%-ot az arányuk a jogi személyekkel szemben. Az ágazati szakemberek szerint az autópiac masszívan kétszámjegyű növekedése nem folytatódik idén, körülbelül 7,5%-os bővülése számítanak, ami 125 ezer új autó eladását jelenteni 2018-ban. Egyébként a magyar autópiac 2003-ban volt a csúcson 208 ezer eladott autóval. Elemzők szerint az ország lakossága és vásárlóereje alapján egy 140-150 ezres piac lenne reális. 2017-ben ismét Suzuki-ból kelt el a legtöbb, a képzeletbeli dobogó második fokán a Ford áll, a Skoda harmadik lett a márkák eladási listáján. Az elektromos autók iránti kereslet 5 év alatt a 6-szorosára emelkedett a bővülő választék, töltőinfrastruktúra és az 1,5 millió forintos állami támogatás hatására, azonban a tisztán elektromos hajtású autók aránya az értékesítésben még így sem éri el az 1%-ot, a teljes magyar autóállományt tekintve pedig az 1/1000-et. Tavaly 749 tisztán elektromos és 463 konnektoros hibrid autót helyeztek forgalomba.